tábla figyelmezteti az autósokat, hogy lezárják a Hevesről Pélyre vezető utat. A kátyúk miatt életveszélyessé vált a bekötő út, még 2 napig lehet használni. A kátyúk oly mélyek, hogy nem lehet kiszámítani, főleg éjszaka csúszós útba, hogy mi következik. Ha meg eső esik, akkor meg tényleg tragédia. De beleszalad az ember, egy 30 kilométerrel rögtön szakad szét az autó. A legtöbben megússzák defekttel. Legfeljebb 30 km/h sebességgel lehet közlekedni, esős időben pedig még ennyivel sem. A Hanyi tiszaösüli víztározó építésénél rongálódott meg ennyire az út. Naponta 100-150 nyerges vontató kamion közlekedett ezen az úton. Ennek az útnak olyan gyenge a teherbíró képessége, hogy ezt a megnövekedett forgalmat, ezt a nagy tömegű szállítást nem tudta elviselni. Az úthibákat a víztározót kivitelező cégnek kellett volna helyreállítania, mondja a Magyar Közút Nonprofit ZRT szóvívője. Egy víztározó kapcsán a kivitelezőnek társaságunk közútkezelői hozzájárulást adott azzal a feltétellel, hogy a szállítást követően mindenképpen helyre kell állítani az út állapotát. Ez sajnos még nem történt meg. Pénz nincs a helyrehozatalra, így lezárják az utat. Az ország más részein sem zökkenőmentes a közlekedés. A Magyar Közút Nonprofit ZRT eddig 78 ezer tonna aszfaltot dolgozott be a kátyukba. Ez 6,5 milliárd forintba került, de hiába, az autósok továbbra sem elégedettek. Újpalotán van egy ilyen villamossín, ahol az autónak, nem mondjuk öregecske már, de kiszakadt valami, hogy hívják ezt? Torony. A biztosítónak ebben az évben eddig több mint 6,6 milliárd forint kaszkó kárkifizetése volt, ennek mintegy 5%-a kátyúk miatt. Budapesten ez az átlagos 30% helyett 40%-os valószínűséggel következik be ilyen sérülés a gépjárműben, vidéken pedig 25%-os valószínűséggel, ami szerintem még szintén egy nagyon magas szám. Ha valakinek nincs biztosítása, akkor a területileg illetékes hatósághoz fordulhat kártérítésért.